kategória negyedikek, de ennél előrébb most már nem fognak tudni lépni. Az előző versenyen erre a mostani lejjete, hogyan készültetek a rallyra? Hát mi is, mint hasonló versenyzőtársak, mi is elindultunk kisebb versenyeken, illetve már itt voltunk a pályabejárás kezdetétől, tehát szerda reggeltől, úgyhogy szerintem megtettünk mi is mindent. Köszönjük szépen, reméljük meg is lesz az eredménye, úgyhogy sok szerencsét nektek, és a prologon találkozunk. Azért nem egyszerű egy ilyen autóban megbeszállni, aki ezt próbálta, az tudja. Úgyhogy nagyon sajnálom, hogy itt rángatom a pilótákat, de hát néha muszáj. 10-es rajtszámmal Lencse Zoltán és Hoppauer Tamás érkezik a Maximus Team színeiben. Egy újabb járgány. Thank you.
9. helyen és 3-as kategória 6. helyen. Így a Kis László és Varga Zsuzsanna a Mitsubishivel egy tapsot megérdemelnek ők is. Ajajaj, minden autónak fény gondja van? Megették a pályát, a fékeket úgy látom. Hát akkor bemarad? Próbálj meg kiszállni. Navigátor fogja a féket. Kiszállsz? Ki tudsz? Nem tudsz. Az ég a csomagtartó. Van ég? Valaki készül, kérem szépen, valaki készül. Előre! Szóval ifjabb Kis László és Varga Zsuzsanna, megérdemelnek tapsot a Kis Laci leleményessége, hozott magával egy éket. Szóval 3-as gépasztály, 6. hely, elégedettek vagyunk vagy sem? Hát előrébb vártuk magunkat, hogy mindenki, aki elindul egy ilyen versenyen, ugye nyerni szeretne. De hát Isten igazából itt a gumiválasztásban nem voltunk Fortunak egyeltjei. Úgyhogy itt elment, illetve a sötét, a fekeden hibáztunk is egyet, mert rögtön a második kanyarba elvittünk egy ilyen oszlopszerűséget, ami meg is ütött a futóművünket, úgyhogy Isten igazából megpecsételődött a sorsunk. Azért nem rossz hely ez a 6. hely. Szerintem egy tapsot mindenféleképp megérdemelik. A Kis László és Varga Zsuzsanna, így a 3-as géposztály 6. helyét szerezték meg. Ez a legnépesebb géposztály, rengeteg ilyen Mitsubishi, rengeteg egyforma autó versenyzik egymással. Na most rá, most látom, most tényleg éken vagy. Itt hagyod nekem? Tolas hátra vagy valami, és kiveszem.